Mi székelyek szeretünk együtt lenni, és lehet, hogy lesz, akinek van, akinek nincs mit adni, nincs rákészülve vásárlással, a takarítással, a sütés-főzéssel, de a lelkét azért kicsit kifényesítheti, kicsit tisztább szívvel várhatja a karácsonyt, és amikor idejönnek, vagy találkoznak az emberek egymással, akkor a tiszta, szép szívüket adják egymásnak. Erre jött létre ez az este. Legyen barátkozás, ének és együttlét. És bár a zsíros kenyér nem tartozik a hagyományos karácsonyi ételek közé, egy jó beszélgetéshez, együttléthez, az est megalapozásához jó szolgálatot tesz. És még közösségformáló ereje is van a közös munkának. Már évek óta így zajlik a Bátaszéken a székely karácsony, hogy vendégeket fogadunk, vendégeket várunk, és teát főzünk, forralt bort, és akkor a zsíros kenyér hagymával természetesen, és mindenki már várja ezt a bizonyos zsíros kenyeret. Itt nem a zsíros kenyéren van a hangsúly, hanem valóban azon, hogy a fiatalok és az idősebb generációit közösen összefogva készül fel erre a fogadásra vagy vendégvárásra. Ez a pici lány még biztosan nem éli át a zsíros kenyerezés ödömét, de azzal sincs tisztában, hogy ő lesz az est főszereplője. Pedig ez történt. A műsor főszavában, a keresztelőben ő vitte a prímet. Nyisd meg Isten az egeknek kapuját! Megszületett Aradízuka! Beli buba, beli beli, kutyasággal teli teli, beli buba a párnára. Kicsi madár ágról ágra. Beli buba, nincs itt apa, elment a palmalomba, megőrülni a lisztecskét, sütünk belőle. Összejöttünk, mert mi szeretünk együtt lenni, és vannak gyerekek, akik egy rövid kis éneket fognak előadni. Van egy fiú, aki mesélni fog, vagy verset mondani. A székely kórus énekel karácsonyi énekeket, és a tánccsoport, amelyik kezd fejlődni igazán bemutatható állapotban, egy jelképes keresztelőt fog előadni, ugye, mert karácsony a Jézus megszületése, mi meg jelképesen egy keresztelővel készülünk rá. A székelység csak közösségben tudja megélni igazán önmagát, és mi mindig keresünk alkalmakat, hogy együtt lehessünk. Hát ez a karácsonyvárás is arról szól, hogy együtt lehessünk, és azok is eljöjjenek, akik szeretnek velünk együtt lenni. A néptárcsoport nem oly régen egy székelybárra jött létre 8 fővel, és ma már egyre többen érzik szükségét annak, hogy részt vegyenek a közös munkában. Annak idején azt határoztuk el, hogy együtt marad a társaság, megismerkedünk a székely tánchagyományokkal, illetve nem csak a tánchagyományokkal, hanem inkább úgymond a hagyományőrzésre tesszük a hangsúlyt. Tudni kell a tánccsoportról, hogy egy mondjuk úgy, hogy szenyor társaság, felnőtt korukban kezdtek el táncolni, ezért úgy döntöttünk, hogy nem csak a táncot fogjuk megtanulni, hanem inkább a hagyománykörnyezetbe ágyazva fogjuk előadni a táncokat. És hát első évben, tavaly, amikor így színpadra léptünk, akkor már egy hagyományt mutattunk be. Lányok megéneklése karácsonykor, ugye az teljesen karácsonyi tematika volt, és az idénre gyakorlatilag ilyen ötletszerűen akkor legyen keresztelő. Igazából hát az is segített ebben, hogy éppenséggel az egyik táncos párnak nemrég született a kisbabája, tehát ő lesz velünk a színpadon most a keresztelőn a kisbaba. Megtisztulva minden bűntől, hadd dicsérjünk szüntelen. Fogányt vittünk, és keresztényt hoztunk. A fejlődés eredménye, hogy ma már a gyerekek is önálló produkcióval emelték az estfényét.